Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ha velem tartanak az Ascendensben, akkor ezúttal a kezeinket fogjuk szépíteni Mazák Katalin segítségével. Dr. Pál István most is elmondja nekünk az elkövetkezendő hetekre vonatkozó babonákat, népszokásokat, megtudhatjuk, mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, milyenek a haljegyű emberek, aztán kiderül az is, hogy mi van akkor, ha az újság azt írja, hogy a következő hetekben a kosok pénzt találnak. Valóban pénzt találnak-e? És dr. Bak Judittal fogunk egy kicsit kalandozni a néphitek, a népi gyógymódok világában. Tartsanak velem! Rendszeres nézőink megszokhatták, hogy Mazák Katalin mindig segít nekünk, hogy szebbek legyünk, most is ezt fogja tenni, ezúttal a kezeink szépségére fog tanácsokat adni. Milyen kezelést ajánlunk ma a hölgyeknek? Mai nap folyamán egy kézápoló kezelést fogok ajánlani. Hogyan zajlik ez a kezelés? Első lépésben egy szódabikarbonás fürdővel indítunk. Ez azért szükséges, hogy jól felpújítsuk a bőrt, és egy kicsit fertőtlenítsük a kézbőrét. Ezt követően pár csepp citromot fogok hozzáadagolni, illetve rövid időre ebből a fürdőből kivéve a kezet, citrommal fogom átdörzsölni a bőrt. Egyrészt azért, hogy a pH-t savas irányba toljuk vissza, a bőr pH-ját, másrészt pedig azért, hogy egy kicsit halványítsuk és az esetleges foltokat, pigmentációs rendellenességeket is kezeljük egy lépésben. Azt követően még egy pár percig áztatjuk a fürdőben a kezet, és ezt követően átitatom a kézbőrét, és egy olajos, kézápolós masszázs után bedunsztoljuk pár percre a kezeket, és utána a maradék pakolástól megszabadítva a kezeket, egy kis vékony kézkrém réteggel fejezzük be a kezelést. Igazából mire jó ez a kezelés? Kinek ajánljuk? Igénybe vett kezeknél nagyon jó szolgálatot tesz ez a kezelés, nagyon jól vissza tudjuk táplálni a bőrt. A citrom hatása az ugye egy pigmentációs problémákat tudjuk vele kezelni, főleg ott, hogyha rendszeresen kúraszerűen alkalmazzuk, akkor fogjuk látni ezt a hatást. A levendulaolaj, amit belecsepegtetünk a kézápolóba, az nagyon kellemesen nyugtatja a bőrt, és regenerálja azt. Illetve a búzacsiraolaj, amit választottam ehhez a kezeléshez, ami nagyon jó öregedésgátló hatású, és nagyon jó revitalizáló hatású. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki mondjuk így az ünnepek utáni nagy takarításban elhasználta a kezét, vagy még akár majd a következő ünnepek előtt is, hiszen ünnepek mindig vannak, akkor ez egy nagyon jól rendbetevős kis kezelés, ami mennyi időt vesz igénybe? Egy olyan 15-20 percet mindennel együtt. És mivel ugye kell a két kéz hozzá, így nehéz magunknak, vagy egyszer megcsinálhatjuk úgy, hogy most az egyik kezem, később a másik? Hát akár egyszerre is, mert a fürdőbe áztatni ezt egyszerre is tudjuk, de kérhetünk egy kis segítséget is, és akkor gyorsabban haladunk, vagy akár egy csajos program keretében egymás kezeit is ápolhatjuk, és akkor mindenki jól jár az időtöltéssel. Van-e valaki, akinek ezt nem érdemes próbálni? Természetesen bármely összetevővel kapcsolatos allergia esetén azt az összetevőt kihagyjuk vagy cseréljük, de amennyiben ilyen jellegű problémája nincs, illetve nincsenek bőrsérülései a kezelendőnek, abban az esetben természetesen nyugodtan lehet alkalmazni. Ugyanúgy igaz, mint minden egyes házi ápolásra, most is a külön kiajánlás, hogy egyszer használjuk az összes hatóanyagot, tehát hogyha netán megmaradt részegységek vannak, azt már többet ne használjuk fel. Dr. Pál István néprajzkutató segít most nekünk abban, hogy nehogy feledésbe merüljenek azok a népszokások, babonák, amik az évezen időszakához kötöttek, és dédanyáink, nagyanyáink életében fontos szerepet játszottak. Eljutunk márciusba, lassan majd melegünk is lesz. Milyen népszokások, babonák kötődnek ehhez az időszakhoz?
Hát akár hiszik, akár nem, valóban már március 1-én beköszönt a csillagászati tavasz, tehát az embereknek mindenképpen jó kedvük kell, hogy legyen. Lassan kinő a fű is, lassan itt lesz március 15-e, amit én nem hiszem, hogy valaki Glorgatyában ment annak idején március 15-e ünnepségre, de ezt szokták volt mondani, hogy néha olyan idő van, máskor meg hó van. Tehát itt van a március, elérkeztünk a Gergely naphoz március 12-én, ami, ha emlékeznek rá, az előző hónapból rokonítható a balázsolással, tehát a balázsjárással, ez Gergely járásnak nevezik. Szintén az iskolai tanulók a tanító vezetésével végigjárják a falut. Van, akik beöltöznek huszárnak, huszár sapkába, kivont karddal vonulnak végig. Tulajdonképpen arról van szó, hogy próbálják az embereket arra kérni, nem követelni, hiszen még, ha még emlékeznek rá, mondtam, hogy nem volt kötelező iskolában járás annak idején, hanem csak ajánlott volt, hiszen a kiművelt emberfők nagyon sokat jelentettek a társadalom szempontjából. Tehát akkor körbejárnak a faluban, színi előadásszerű jeleneteket adnak elő a különböző házaknál, ahol iskoláskorú gyerekek laknak, és ajándékot kapnak, amit megfeleznek a tanítóval, hiszen a javadalmazásába sokat jelent néhány tojás, szalonna, kolbász, hurka, éppen ami még talán megmaradt a téli disznóvágásból. De nem lehet azt mondani, hogy ha hó van is, hogy nem jön a nyár, hiszen Sándor József Benedek nap, ami a 18-a, 19-e, 21-e, jelenti azt, hogy Sándor József Benedek zsákban hozzák a meleget, tehát ha még nem is volt meleg ebben a hónapban, mindenképpen el kell érkezni azok az időszaknak, ami a meleget meghozza. Elég sokszor szokták ugratni a Sándor Józsefeket, Benedeket, keveset ismerek ilyen nevűt, akik, ha nem sikerül kitavaszodni az időnek, akkor sok ugratásnak vannak kitéve, hogy hiába mondják azt, hogy ők hozzák a meleget. A hónap végén van a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, ami azt jelenti, hogy a természet is zsendül, rendbe kell rakni a kiskerteket, rendbe kell rakni a gyümölcsösöket, kezdődik a szántóföldön is a munka, tehát ilyenkorra már kiolvad a földnek is a jege, elmúlik a hó, tehát mindenképpen a tavaszi munkákat el kell végezni ahhoz, hogy jó termés, bő termés áldás legyen az embereknek. Figyeljenek azok, akik kíváncsiak rá, milyenek a haljegyű emberek, valamint azok is, akiket érdekel, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekre. De ne felejtsük el, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát, ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Kos. Lehet, hogy eljött az idő, amikor felül kellene vizsgálni a magánéleti döntéseit. Az életben minden változik, a körülöttünk lévő emberekhez fűződő viszonyunk is. Ezért nem kell szomorúnak lenni, hiszen minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorú, de minden nap születik is valami, amiért érdemes tovább menni. Bika. Hegyeket tudna elmozdítani az energiával. A nagyobb tervei megvalósításának elkezdéséhez tehát ez a legjobb időszak. Csak a lustaságot, a halogatást kell leküzdenie. Ikrek. Itt az ideje ledolgozni néhány restanciát. Különben, ha túl lesz rajtuk, maga is meg fog lepődni, mennyire jó érzést tölti majd el. Rák. A sikerek időszaka következik most. Előtérbe kerül minden, ami karrier, munka, pénz, esetleg tanulás. Bármit tesz ezeken a területeken, mostanában az nagyon megsokszorozza a siker esélyét. Oroszlán. Kicsit elfáradt és úgy érzi, legszívesebben egy hétig aludna. Ébresztő, itt a tavasz, még a medvék is előjönnek. Tartson egy pihenős hétvégét és teljes gőzzel vesse bele magát a munkába. Szűz. Vegye a fáradtságot és járjon utána pénzügyeinek. Vannak, akik kihasználják, hogy nem figyel eléggé. Nem mondom, hogy egy vagyont, de egy-két ebédárát megspórolhat, ha figyel. Mérleg. Még most is jól alakul minden, annak ellenére, hogy lassabban. Ne kezdjen morogni, hiszen a türelem az az ön legnagyobb erénye. Skorpió. Mondhat bármit, a mérlegekkel ellentétben önt nem a türelméért fogják ellopni.
Nehéz annak, aki folyton pörög, de ki kell várni a megfelelő időt az élet minden területén. Nyilas. Még mindig nyalogatja a sebeit. Ébredjen már föl, ha valaki nem érdemli meg az ön figyelmét, bizalmát, akkor nem szabad rá pazarolni. Keressen olyan valakit helyette, aki örül, hogy önnel lehet. Bak. Sok hűhó semmiért, így is összefoglalhatnánk a következő heteket. Több dologban is nagy megmozdulások jönnek, beindul a gépezet, majd leáll, mert még nincs minden készen. Vízöntő. Sokkal többet kellene figyelnie egészségére, azon belül is a táplálkozásra. A közeljövőben gyakran fog érezni emésztési problémákat. Ha odafigyeléssel sem múlnak a panaszai, ne habozzon felkeresni orvosát. Halak. Nagy álmait kellett feladnia. Látszólag bele is törődött, de azért előfordul, hogy éjszaka mégis ezeken jár az esze. Gondolja át, és amit még lehet, mégse adjon fel. Válassza a nehezebb utat, de célba érhet. A halak a legérzékenyebb típus, a leglelkibb ember. Szintén nagyon emberszerető, de azért ő másképp, mint a vízöntő. A halak jegyű emberek közül kerülnek ki a legjobb orvosok, akik doktorbácsik, doktornénik. Nem csak gyógyítanak, de odaülnek a beteg ágya mellé, és tudják, hogy az a kis szeretett pár jó szó többet ér, mint egy doboz orvosság. A halak tehát lelki emberek és önfeláldozók. Úgy tartja az asztrológiai szakirodalom, hogy könnyen kicsúszik a lábuk alól a talaj. Ebben van valami, de van egy olyan szívós életképességük, hogy ugyanolyan könnyen talpra is tudnak állni a legtöbbjük, és itt megint lehet kevésbé szerencsés jegy. Most én azt mondtam, hogy a vízöntő és a halak, ugye mind a kettő ember szerető, a két legember szeretőbb jegy. A különbség az, hogy a két jegy között, hogy ha most erre a találkozóra én jöttem volna autóval az úton, elromlik az autón, félreállok és tördelem a kezem, hogy engem várnak és időre kell mennem, biztos, hogy megáll egy vízöntő. Egészen biztos, azonnal segíteni akar, azonnal belenéz a motorházba, ha akkor lát életében először motorházat belülről, akkor is meg akarja javítani. Kiderül, hogy nem megy, toljuk félre, hogy másnak se legyen útba, ül a kocsiba, nem vár köszönetet, nem vár hálát, megy a dolgára, tett, amit tudott. Egy halakjegyű ember megint csak biztosan meg fog állni, neki is el kell mondjam, hogy igen fontos, elkések, elromlott. Ő is kétség, ja, ilyenkor mit lehet csinálni, hívott már szerelőt, hogy segíthetnék, hívjak valakit? Annyira aggódik, hogyha kell, hogy ha kell, vagy talán, ha nem is, a vállamra borul, és sír is velem, hogy milyen pekhesek vagyunk, és azután majd otthon talán még imádkozik is, értem. Tehát a szeretet mind a kettőben megvan. Megkérdeztük dr. Janák Jánost arról is, hogy mi van akkor, ha az újságban azt írják, hogy a kosok a következő időszakban pénzt fognak találni. De szép lenne, elmennék kosnak arra a hétre a saját jóslatom kedvéért. Nem így van. Először is nagyon régen csinálok újságoknak horoszkópot, és én tudom a korlátait és a lehetőségeit is. Egyszer az egyik szerkesztőm megkérdezte, annál a lapnál sokáig rovatvezető is voltam, az egyik szerkesztőm megkérdezte csodálkozva, hogy milyen érdekes, hogy látok egy asztrológust, aki hisz is abban, amit csinál, mert a sajtóhoroszkópokat nagyon sokan csinálják, akik már legalább fogalmuk van, azt még megbocsájtom, de akiknek fogalmuk sincs róla, csak újságírók. Ilyenkor játék az egész. Amúgy pedig komolyan lehet venni, mert, mint mondtam, régen csinálom, és a visszajelzések alapján én vagyok meglepődve, hogy mennyivel jobb, mint remélni mertem, de azért vegyük azt tudomásul, hogy maradjunk a példánál, hogy pénzt talál a kos. Igen, de vegyük tudomásul, hogy Magyarországon van 10 millió ember, ebből 12 jegy, közel 1 millió a kos. Na most 1 millió ember talál pénzt,
akkor kell 1 millió szerencsétlen, aki elvesztette. Ott kezdődik a dolog. A másik része az, hogy nem. Az azt jelenti, hogy ha Magyarországon 1000 ember a 10 millióból talál pénzt, mert ez egy ilyen szerencsés nap, másnak szerencsétlen, aki elvesztette, 1000 ember talál pénzt, abból 900 kos lesz, a másik 100-nak is fontos bolygócsoportjai vagy bolygói vannak a kos jegyében, tehát az ott fog bejönni valószínűleg. Úgyhogy ezek csak valószínűségek, lehetőségek. Az, hogy az ikrek jegyű ember a jövő héten új állásba megy megint. Aki állást változtat, ha ez egy komoly előrejelzés lenne és nem példa, ha 1000 ember állást változtat ebben az országban, annak a nagy többsége ikrek jegyű, ők a legvalószínűbb. Ennyi a személyes horoszkóp, és én, hát néha, nem lehet nagyon gyakran ismételni bizonyos fogalmakat, néha egyes előrejelzéseknél külföldi utazás, odaírom, ha a személyes horoszkópja is lehetővé teszi. Mert nem fog a jövő héten külföldre menni közel 1 millió nyilas jegyű ember. De a nyilas jegyűek esetleg éppen azon a héten. Rájuk jön az utazás, vagy küldi a főnök, vagy más miatt ők utaznak a leginkább. Tehát ezek lehetőségek, valószínűségek, bizonyosságot, olyan, mint az orvosi tanácsok. Hogy hát, ha ott fáj és úgy sajog, és ha mellé még az a tünet, akkor lehet az a baja, de menjen orvoshoz. Akit szórakoztat a horoszkóp, és egy kicsit iránytűnek használja, és nem sértődik meg, ha valami nem sikerül emiatt, vagy nem veszi komolyan, ha valami éppen emiatt sikerül, nem a horoszkóp miatt sikerült, hanem legfeljebb az asztrológus látott valamit előre. Tehát, ha így használjuk a horoszkópot, az rendben van, de ha komoly probléma van, tessék elmenni egy asztrológust megkérdezni, aki személyre szabottan a saját ügyét, a saját idejében, a saját lehetőségei szerint segít megoldani. Megoldani nem tudja. Csak azt tudja megmondani az asztrológus, hogy hogyan alakul ez a dolog, hogyan próbálja enyhíteni, ha baj, és hogyan próbálja minél inkább kihasználni, ha szerencse vagy haszon. Csak ennyit tehetünk. Ha meg vagyunk hűlve, nagyon sokszor kapunk ismerőseinktől, barátainktól tanácsot, hogy sósvizes pároloktatás, kamillás gőzölés, együnk fokhagymás mézet és más hasonlókat, hogy ezek közül mi is, ami beválik. Megkérdeztük dr. Bak Judit fülorgégész adjunktust, hogy ő milyen tapasztalatokkal bír e téren. Városi legenda vagy valóság az, hogy ha sós pároloktatással próbálunk segíteni a megfázásos időszakba, az oldja a váladékot. Nem csak városi legenda, hanem valóban így is van tudományosan bizonyított, hogyha sokat inhalálunk sósvízzel, vagy sósvíz fiziológiás oldattal átöblítjük az orrunkat, vagy inhalátorba rakjuk ezt a sósvizet, akkor nagyon hatékonyan fel tudja a váladékot oldani. A légutakat ugye felfrissíti, nedvesen tartja, tehát a fűtési szezonban ugye szárazabbá válik az ornyálkártya, szárnyálkártya, és kifejezetten jó hatású a sósvizes inhalálás. A kamilla mehet hozzá? Kamilla picit szárít, tehát nem minden esetben érdemes, hogyha valakinek bő váladékozás van, de bő köpetürítése, akkor lehet kamillával. A következő kérdés, szintén ez a városi legenda, vagy igaz, sőt nem is városi, népi legenda. Ugye nagyanyáink nagyon sokszor használták a megfázásos időszakban a hagymát, illetve főztek hagymateát, vagy fokhagymás cuccokat ettek, minél fokhagymásabbakat. Ez persze előzi a vámpírokat is, és a betegséget. Bizonyos mértékben a betegséget is, hiszen a hagymában, fokhagymában valóban természetesen felelhető antibiotikum, mint ahogy például a citrusfélékben is, és hogyha koncentrátumokat vagy tinktúrákat iszik valaki, akkor valóban hatásos lehet. Most 100%-os garancia azért nincs erre, de valóban találkoztam olyannal, aki a hagyma főzettel felső légúti hurutot nagyon jól tudott kezelni. Az is igaz, hogy a felső légúti
vírusos megbetegedés pontosan 7 nap alatt gyógyul meg, orvosi beavatkozás vagy más egyéb népi hagyomány mellett pedig 1 hét alatt, úgyhogy hogy mennyire hatásos, ez nyilván mindenki maga dönti el. Elméletileg van benne antibiotikum. A mustár. Sok énekes, hogyha begyullad a torka, vagy pont ezt megelőzendő, mustáros kenyeret eszik. Ez valóban használ? Erre még nem hallottam, de vallom hősiesen. Ha csípős a mustár, vagy bármilyen más csípős dolgot eszik, gyömbérről hallottam, gyömbéres mézről, egy picit a nyálkahártya vérbőségét azt fokozhatja, és ezáltal egy nagyon minimális javulást el lehet érni. Talán inkább az immunfunkcióját ezeknek a szerveknek javítja, de maga a mustár tartalmaz-e olyasmit, ami kifejezetten torok vagy hangszárgyulladásra jó lenne, erről nem tudok. Tudományosan biztos, hogy nincs bebizonyítva, de hogyha valakinek ez empirikusan bevált, akkor hajrá! Forró citromos tea. Miért azt kell igyuk? Egyrészt azért, mert a citromban van C-vitamin. De nem öli meg a forró tea? Jogos. Egy bizonyos részét igen. A forró folyadék viszont nagyon jót tesz a nyálkahártyának. Tehát nem kifejezetten forrónak kell lenni, inkább csak melegnek. És az a tény, hogy meleg sok folyadékot és meleg folyadékot iszünk, ez egyrészt a hőháztartásunkat is befolyásolja, másrészt pedig azért a forró folyadék a szárnyálkahártyában lévő oda nem illő kórokozókat is elöli. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a legjobbakat, viszontlátásra!